Az orosz offenzívának nincs vége. Továbbra is támadják az ukrán energiaközpontokat, valamint Bakhmut városát. Ukrajna részben tud csak védekezni a nyugatról kapott légvédelmi rakétákkal. Putyin tegnap kijelentette, hogy az ukrán elnökön múlik, hogy mikor lesz vége a háborúnak. A két fél álláspontja továbbra sem közeledik. Vlagyimir Putyin csütörtökön a Kremlben magasrangú kitüntetések, a többi között Oroszország hőse kitüntetés kiosztásakor megköszönte a katonák helytállását. Akik jelenleg a frontvonalban vannak, számomra és minden más honfitársam számára, önök mindannyian hősök. Szeretném, ha éreznétek a szívünk melegét, ennek a valóban nemzeti támogatásnak a melegét. Majd a vádakra, miszerint energetikai célpontokat támad és pusztít Ukrajnában, az okokról beszélt. Igen, ezt tesszük. De ki kezdte ezt? Ki csapott le a Krími hídra? Ki robbantotta fel a Kurszki atomerőmű villanyvezetékeit? Azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy felrobbantották a Krími hídat és a Kurszki atomerőmű távvezetékét, illetve nem vittek vizet a lakosság számára Donyeckben. Ezt egyenesen népirtásnak nevezte. Az oroszok október eleje óta sikerrel lövik az ukrán polgári infrastruktúrát, ami miatt országszerte áramhiány alakult ki. Ukrajna szinte minden nagyobb hőerőműve és vízerőműve megsérült az elmúlt időszakban. A lakosság nagyon nehéz hónapok elé néz. Nyilván a Kercsi híd elleni támadás egy nagyon jó ürügyül szolgálhatott az orosz propagandának, az orosz információs hadviselésnek, hogy elmagyarázzák, hogy miért támadják a civil infrastruktúrát, miért támadják a lakosságot kiszolgáló ugye, energetikai rendszert. De én azt gondolom, hogy maga a támadás sorozat már az azt megelőző hetekben elő volt készítve, ez elég komoly logisztikát igényel. A Kreml már régóta hangoztatja, hogy a háború befejezése kizárólag Zelenszkij elnökön múlik. Ehhez Ukrajnának el kell fogadnia az orosz feltételeket a harcok befejezéséhez, amelyek már 10 hónapja tartanak. Az ukrán elnök eddig minden alkalommal elutasította a Kreml feltételeit. Szerinte a háborúnak akkor lesz vége, ha az oroszok által elfoglalt területeket visszafoglalja Ukrajna.